Érkezik az első ügyfél, aki új típusú rendszámot kapott. Az autókereskedés képviselőivel vették át ezt az azonosító táblát a Baranya megyei kormányhivatal kirendeltségén pénteken. Egy Magyarországon élő holland család női tagjának új autójára kerül a rendszám. A baranyai Somogyhársányról érkezett a tulajdonos. Az biztos, hogy meglepetés volt, mert csak tegnap hívták, és akkor mondták, hogy lehetség az van, hogy átveszem az első rendszám. Mondom, jó van, akkor átveszem, mert azért már nagyon vártam az új autó is, és akkor már nem kell várni a hétvégése, és hát örülök neki, hogy át tudtam venni. Július 1-től adják át hazánkban a kormányablakokban az új típusú rendszámokat. A főszabály szerint már mindenki ilyet fog kapni. Az új kombináció 4 betűből áll, és 3 számból, és ezek a rendszámok mindig a területi leosztásnak megfelelően, ami ide Baranyába jutanak, megfelelően haladunk sorban a kiadás során. Fontos megjegyezni, hogy nem kell lecserélni a rendszámokat, tehát mindenki, akinek 3 betű, 3 számos rendszáma van, az ugyanúgy forgalomban van. Alapvetően az új autó vásárlásához jár az új típusú rendszám, de lehet kérni is a cserét, ez 8500 forintba kerül. Lesznek egyedi rendszámok, sárga háttérrel a taxik, az elektromos autók zöld háttérrel kapnak új rendszámot, és továbbra is kérhetők majd egyedi kombinációk is. A 4 betűből és 3 számból álló azonosítóból 45 millió variáció lehetséges. Így sokáig nem kell majd változtatni a magyar rendszámtáblák most bevezetett új formátumán.